meg falevelek, meg ősszel, meg csillagok. A kisebbek nemrég készítették, az idősebbek pedig már évek óta őrzik és vigyáznak azokra a lámpásokra, amiket évről évre kézbe vesznek, hogy azzal vonuljanak fel. A szekszárdi Baka István általános iskolában már több mint 20 esztendeje hagyomány a Márton napi program. Ilyenkor a gyerekek egész napja azzal telik, hogy Szent Mártonról és a hozzá kapcsolódó szokásokról, hiedelmekről tanulnak. Hallgattunk Márton napi dalokat, meg kézműveskedtünk róla, meg beszélgettünk róla, néztünk mesét. Szent Márton, hát télen egy nagy hóviharba elment a lovával egy várba, elindult, és egy találkozott egy szegény emberrel, aki nagyon-nagyon fázott, és a kardjával felbevágta a köpenyét, és odaadta neki. Szent Márton jóságáról és szerénységéről már életében legendák kerintek, hívei meg is akarták választani püspöknek, ő azonban sorsa elől menekülve inkább elbújt a libák ójába. A legenda szerint az állatok gágogásukkal árulták el Szent Márton búvóhelyét. Az egész életét áthatotta a szerénység, az alázat és egy aszketikus szerzetesi életvitel, tehát ő püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. A néphagyomány szerint november 11-én nem csak Szent Mártonról emlékeztek meg az emberek, ekkorra fejezték be az aratásokat, a szüretet, ilyenkor kiadták a munkásoknak a bérüket, és amellé mindenki kapott egy-egy hízott libát is, amit még aznap este javallott volt elfogyasztani, hiszen másnap már kezdődött a 40 napos böjt.